Először tartottak országos civil konferenciát Budapesten. A rendezvényen Magyarország valódi társadalmi munkát végző egyesületei alapítványai mutatkoztak be. A konferencián átadták az értékteremtő közösségekért díjat. Az elismerést idén Konta Benőné, a református Dunamenti kistérségi diakónia elnöke, a Majosházi Hospiceház alapítója, valamint a reformátusok Szatmárért közhasznú egyesület kapta. Titanilla is vendége folytatja. Így van, ezzel megyünk most tovább. Szalai Bovrovniszki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez volt az első ilyen jellegű konferencia. Mi volt a célja ennek a rendezvénynek? A rendezvénynek ugye alapvetően kettős apropója volt, félig meddig inkább hármas talán. Az egyik, hogy ugye tíz éves a civil iroda irodahározatunk, amit minden megyében és a fővárosban tartunk fönn. Azért túlmenően ugye a civil alapoknak is, ugye van egy évfordulója, a harmadik pedig az értékteremtő közösségekért díjnak az átadása volt, amit harmadjára tudtunk ez alkalommal megtartani, és most 600 ember előtt, előtt inkább szűkörben, de úgy gondoltuk, hogy a 10 a éves évfoda az egy jó uh, jubileum ahhoz, hogy egy nagy konferenciát összehívjunk, és ebből esetleg egy gyakorlatot is csináljunk. Ezt a díjat, ezt uh, kik kaphatják, meg mi alapján ítélik ezt oda? Hát ugye meg, van, vannak, jelölni kell a, a civileket, uh, tehát ugye egy civil szemét és egy uh, civil szervezetet tudunk kihozni győztesként a végén. Ugye jelöléseket kell uh, tenni, uh, idén... Uh, olyan 40-es, 50-es számba jöttek jelölések mind a két kategóriában, és akkor az általunk létrehozott ilyen belső bizottság eldönti, hogy, hogy ki legyen. Nyilván a végén miniszter úr eldönti, ki legyen az, aki a legérdemesebb erre a díjra. Az idei két díjazotról mit kell tudni ők? Mivel nyerték el ezt az elismerést? Hát a Konta benőnél, aki itt, már a műsorvezető úr felvezetett, ő főként ugye a hospice tevékenység, igazából a tevékenység az, amivel ő ezt a díjat elnyerte, fantasztikus módon segít a bajba jutott beteg embereknek az életén, próbálja őket az utolsó időszakukban elkísérni az intézményével együtt és a kollégáival együtt vagy pedig éppen hozzásegíti őket a gyógyuláshoz, mint hogy ő maga is egyébként gyógyult rákbeteg. Tehát mi azt láttuk, hogy az, amit ő csinál, az példamutató, egy igazi civil tevékenység, ami minden dicséretet megérdemel. A másik szervezet, a református szakmárér, pedig ugye a Szatmár megyében, a történelmi szakmár megyében, ami ugye átnyúlik még két ország területére, ott végez kiemelkedő munkát a helyi közösségek összetartásában. Itt, volt, itt is volt egy nagyon komoly jelölés, illetve több komoly jelölés volt, és hát ebből raktuk azt össze, hogy ez a két nyertes legyen. A konferencián szó volt a civil szervezetek helyzetéről, szerepükről. Milyen szerepe van a civil szervezeteknek, egyesületeknek ma Magyarország életében, és hogyan változott ez az elmúlt évek folyamán? Én azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek a szerep az folyamatosan nőtt az elmúlt évek során. A szerepük pedig, hogyha most ilyen nagyobb dimenzióba kell láttatni, akkor leginkább abban mutatkozik meg, hogy egyes civil szervezetek, inkább a nagyobbak természetesen, terheket tudnak levenni az állam válláról, olyan tevékenységet végeznek, amelyet az állam is végezhetne, de hogy így mondjam, praktikusabb, egyszerűbb és olcsóbb is a tevékenységünk úgy, hogyha mondjuk a civil szervezetek számára ezt a munkát kiszervezzük. Tehát nagy civil szervezetek komoly tevékenységet végeznek, amelyben az állam és az önkormányzatok munkáját segítik. Ezen túlmenően, amit mi tettünk az elmúlt években, gyakorlatilag meg azokat a forrásokat, amiket a civilek a miniszterelnökségen keresztül kaphatnak, amivel egyértelműen fellendítettük a civil életet, ma Magyarországon több mint 60 ezer civil szervezet van, jól működnek, a forrás ellátottságuk is megfelelő. Az országban egyébként most amellett, hogy, hogy 5-ről 20 milliárdra növeltük nagyjából azt a keretet, amit a miniszterelnökség szét tud osztani, amellett a különböző minisztériumokon keresztül és az önkormányzatok keresztül nagyjából 400 milliárd forintot osztanak szét egy évben a civilek között, tehát hatalmas összeg, ami a civil társadalomban Magyarországon jelen van. Ennek az összegnek az elosztásának a módja is változott? Ugye volt annó még a Nemzeti Civil Alapprogram, aztán teljesen uh -huh. ez teljesen átalakult az a rendszer. Igazából nagyon nem alakult át, tehát uh, már, bocsánat, hogy így elformad, de nem uh, voltak nyilván változások, permanensek a változások, mi is többször törvényi változtatásokat kezdeményeztünk, de alapvetően a nemzeti civil alap az átment a Nemzeti Együttműködési Alapba, uh, ami most már évek óta, tehát így hívják az alapot, és ezt a miniszterelnökség működteti a Betlen Gábor alapkezelőn keresztül, tehát van ugye egy, egy, egy alap, aminek a forrása imáron több mint 11 milliárd forint, ebben az évben, hát ha emlékszik az NCS időkre, azért az ilyen 2-3-4 milliárdokkal igen, működött, igen, ott működött akkor még, vagy még kevesebb volt. Mi, amikor Gulyás miniszter úr a 18-ban elkezdtük ezt a munkát a miniszterelnökségen, akkor 5 milliárd valami volt benne, és most 11 milliárd fölött van, mert ugye folyamatosan növekszik az alapnak a kerette a törvény ével. És ugye mondom, voltak, számos változás volt, de alapvetően a rendszer az az érintetlen maradt, és ugyanúgy ugye kollégiumok döntenek a pályázatoknak a nagyobbik részéről, és van egy olyan keret, ami, ami a miniszterelnökséghez tartozik, de a, a 85%-ról kollégiumok döntenek. Említette, hogy vannak olyan feladatok, amelyek jobban tudnak működni a civil szervezetek által teljesítve. Jellemzően mik azok a területek, amiket ilyen módon úgymond kiszervez az állam? Hát számos olyan terület van a szociális ellátásban, adott esetben kultúrában, határon túli magyarok esetében például itt tudnám is mondjuk a Rákóczi Szövetséget említeni, amely külön költségvetési soron, klasszikus civil szervezet egyébként külön költségvetési soron végzi a tevékenységet jó részt a határon túli magyarság érdekében. Tehát ezeket a tevékenységeket e, látjuk. Ugye a civil szférában gyakorlatilag minden tevékenység jelen van. Tehát e, nehéz lenne mondani, hogy valamelyik e, különösen, hogy mondjam, fölfelé kilóg a rendszerből. Nagyjából a kultúra, sport, e, szociális tevékenység, egészségügy, e, oktatás, ezek olyan 15-20%-os arányban vannak jelen a civil életben. Helyettes ámtitkárónak köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.